hétvégén az államalapítás mellett a város napját is ünnepelték Nagymányokon, immáron 14. alkalommal. Bartucz Máté polgármester elmondta, hogy a szervezőkkel közösen igyekeztek minél színesebb programokkal készülni a rendezvényre. Emellett a környező községekből és a hagyományokhoz híven testvértelepülésekről is érkeztek vendégek. 4 testvértelepülésünk van, 3 testvértelepülésről tudtak elérkezni, sajnos 4. nem, mert egyéb programjuk volt. Érkeztek Zetelakáról, Erdélyből, illetve 2 német testvértelepülésünk, Reichelsheim és Tainzból is meglátogattak minket, aminek nagyon örvendek. Az eseményen részt vett Potápi Árpád János, nemzetpolitikáért felelős államtitkár, Tolna vármegye 2. számú választókerületének országgyűlési képviselője, aki beszédében hangsúlyozta, hogy az eddig megkezdett munkát a továbbiakban is gőzerővel folytatják majd a városban. 1 héttel korábban 6 több évvel ezelőtt elindított projektet tudtunk lezárni, közel 1 milliárd forint összértékű beruházásokat jelentenek, ezek is adhattunk át közösen. Ezek között szerepelt az óvoda bölcsödei része való bővítése, egy új városi konyhának a kialakítása. A Magyar Falu program keretében utak és járdák újulhattak meg. A rendezvény folytatásaként kulturális és szórakoztató programok követték egymást a színpadon.